Müller Cecília emlékeztetett arra, hogy a 37,8 Celsius fok az a határérték, amely felett feltételezhető a lázas állapot valamilyen okból. Természetesen nem biztos, hogy koronavírus fertőzésről van szó, hiszen számos más fertőzés és egyéb betegség is okozhatja a lázas állapotot. Elrendeltem, hogy mindenki testhőmérséklet mérést követően léphessen csak be az intézménybe. Természetesen ez ott dolgozókra, pedagógusokra és mindenkire, aki az intézménynek a személyzetéhez tartozik, egyaránt érvényes. A szakember elmondta, hogy 25 szociális intézményben van jelen a vírus, 4 olyan intézmény van, ahol 20 feletti az igazolt pozitív esetek száma. Nincsen könnyű dolga senkinek. Gyakorlatilag most már nincsen olyan rétege a társadalomnak, akit ne érintene ez a járvány. Ezért én arra kérek mindenkit, hogy akárhova is, akármiféle korosztályba tartozzon Magyarországon, közösen viseljünk egymás iránt felelősséget, és tartsuk be azokat a rendszabályokat, amelyek az egészségünk és mások egészségének a megóvását célozzák. Müller Cecília arra kért mindenkit, hogy akkor se essen pánikba, ha jelentkeznek nála a koronavírus tünetei. A fertőzés, a kockázata az fennáll, de ne ijedjen meg. Pontosan kövesse az orvosnak a tanácsait. Telefonon értesítse a házi orvosát, ez a dolga, hívja fel a házi orvost, konzultálja meg vele az ő helyzetét, pontosan mérje meg otthon a hőmérsékletét, mert a házi orvosnak ez lesz az első kérdése, hogy ezt megtette-e, és mondja el az összes tüneteit. Hogyha felmerül a házi orvosban a koronavírus fertőződés gyanúja, akkor ő gondoskodni fog a mintavételről. Az elmúlt 24 órában 1322 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 28.631 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 17 beteg, így az elhunytak száma 798 főre emelkedett, 6349-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 21.484 fő, 740 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 47-en vannak lélegeztetőgépen. Megyénkben 605 beteget tartanak számon.